A telefonnál pedig Andor László volt, Európai Uniós biztos, az MSZP elnökségi tagja. Jó napot kívánok! Hát, itt van Andor úr. Halló, halló. Itt volt, de most nincs. Hát arról szeretnék vele beszélni, remélem elérjük, hogy az Európai Unió a jelek szerint visszatartja továbbra is a forrásokat a magyar kormánynak, és láthatóan Orbánék egyre durvábbra és egyre támadóbbra veszik a figurát és a szöveget. Donát Anna, a Momentum volt elnöke, európai parlamenti képviselője, éppen ma írta meg azt, hogy minden jel szerint nem kapunk idén egy vasat sem az Uniótól, és egyre több jel mutat erre. Nyilván neki más információi is vannak, lehetnek, mint nekünk. De ha Fidesz ennyire eldurvul, akkor valószínűleg, hogy ez a valóság. Itt van Andor László, jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Szóval arról szeretnék önnel beszélni, hogy milyen veszteséget jelentene az Magyarországnak, a magyar gazdaságnak, hogyha bejön az az egyre valószínűbbnek látszó jóslat, hogy ebben az évben már nem jön pénz az Európai Uniótól, hát mondjuk az olyan feltétel nélküli pénzektől eltekintve, mint az agrártámogatások. Erről írt Donát Anna is, Újhelyi István is korábban, és egyre nyilvánvalóbb, hogy a Fidesz mind kiméletlenebbül és durvábban rugdos bele az Európai Unióba, nem számít neki senki, kivégzi a Magyar Orvosi Kamarát, pedig tudja, hogy ezzel a 24 órás statáriális törvényhozással az Unió egyik alapkövetelményével megy szembe, de mintha szándékosan akarná az Unió, vagy Brüsszel, vagy az Európai Bizottság orra alá tolni, hogy nem érdekel, ti engem nem tudtok zsarolni. Szóval mennyit veszhetünk azon, hogyha bejön ez az egyre valószínűbb feltételezés, hogy nem kapunk pénzt idén, és ki tudja mikor jövőre? Hát igen, valóban úgy tűnik, hogy már a külsőségekre se adnak, és sem a gazdasági, sem a politikai kárát nem hajlandók tekintetbe venni annak, ami ugye zajlik. Hát ez nem egy-két hét vagy hónap magatartása, nyilván ez egy hosszú időszaknak a betetőzése, ahol tartunk, de én is így látom, hogy mintha lemondtak volna arról, hogy ez a jelentős fejlesztési összeg menthető lenne Magyarország számára, miközben természetesen mindig elmondják, hogy ez a pénz Magyarországnak jár, de nem hajlandók elegeszteni azoknak a feltételeknek, amelyeknek egyébként minden uniós tagország eleget tesz annak érdekében, hogy a fejlesztési forrásokból részesedni tudjon. Ugye itt, ha a gazdaságra nézünk, akkor talán az a legfontosabb, hogy ugye a koronavírus miatti válságból nem is igazán lábalt ki az ország, és ugye ezért hozott létre az Unió egy új, a korábbi önál jóval nagyobb összegű támogatási alapot, és hogyha ez nem jutunk hozzá, akkor megint csak egy lépés hátrányba kerül Magyarország minden más versenytársához képest, és azokat a ígéreteket, amelyek hát akár például múlt évben ugye a választások időszakában elhangozhattak fejlesztésekre vonatkozóan, nyilván nem tudja teljesíteni. Tehát egy nagy beruházási stop volt nem sokkal a múlt évi választások után, amikor valószínűleg a kormány gyanította, hogy ennek ebben a formában nem lesz jó vége, de mivel az Európai Unió ugye egy rendszer korrekcióhoz köti most már azt, hogy megnyissa a forrásokat. Hát úgy tűnik, hogy egy ilyen rendszer korrekcióra ez a kormány nem hajlandó. Minden esetre feltűnt nekem már tavaly novemberben, amikor a Magyar Állandó Értekezlet tanácskozásán Orbán szokás szerint beszélt, hogy elég nyíltan kiterítette a kártyáit. Valószínűleg Brüsszelben is olvasták, értették is az üzenetet. Talán a magyar politikai közvélemény nem igazán vette ezt tudomásul, vagy úgy gondolta, hogy na hát ez is egy szokásos orbáni fenyegetés, de azért közben megpróbál megegyezni az Unióval, hiszen annyira rászorul a pénzekre. Megmondom, mire gondolok. Azt mondta ott, és idézem,
hogyha nettóban nézzük a következő 7 éves költségvetés során arányosan évente Magyarországra érkező forrásokat, akkor azt tudjuk mondani, hogy az nettóban pozitív 2 milliárd euró, az mondjuk 800 milliárd forint. Tehát mi ennyit nyerünk minden évben, nettó 800 milliárd új, friss forráshoz jutunk az Európai Unióból. Igaz, hogy euróban van, meg fejlesztésekre, de összességében, ismételt el negyedszer, 800-ról beszélünk. A magyar GDP 62 ezer milliárd forint, tehát hogy minek mi a nemzetgazdasági súlya, ezt tessék megnézni, a magyar nemzeti össztermék ennyi, és most beszélünk 800 milliárd forintról, ismételte meg ötödször. Ezért mondom azt, hogy lehet persze politikai játékot folytatni az Európai Uniós pénzekkel, de az valójában nem egy tényleges zsaroló eszköz az unió kezében. Tehát, mintha azt mondta volna, hogy mit jöttök nekem ezekkel a pénzekkel, nem fogtok tudni ezzel engem sakban tartani. Így van ez? És valóban csak 800 milliárd az a 800 milliárd? Igen, valamit tisztázni kell, hogy az Európai Unió célja nem a zsarolás. Az Európai Unió célja az, hogy ami fejlesztési célukat szolgál, az ilyen célra legyen felhasználva, és egyébként, ugye, ami az elmúlt 3 évnek az újítása, hogy a korábbinál sokkal jobban vigyázzon az európai adófizetők pénzére, magyarul ne lehessen visszaélni ezekkel a forrásokkal. Tehát ezért akadt el ez a folyamat Magyarországon. Egyébként nyilván nagyon sok értelmes célra is felhasználná, akár ez a kormány is, az unió pénzét. A 800, ez nem tudom honnan jön, ez konkrétan ez a szám, biztos, hogy valahogy kikalkulálták, de amit tudni kell, hogy itt van egy nagyon nagy, úgynevezett beragadt, visszanemtérítendő összeg, és van ugye egy hitelkeret is, amelyekhez Magyarország korábban nem akart hozzáférni, mert úgy mérték föl, hogy nagyon jó lesz a piaci helyzet, de aztán a piaci helyzet részben a háború miatt egyáltalán nem olyan jó, és ahhoz is nagyon szeretne már hozzáférni a magyar kormány, és ugye vannak a járulékos veszteségek, tehát ami az Erasmus és a Horizont alapokhoz való hozzá nem férés, vagy ezekkel kapcsolatos viták, ami tényleg, hát hogyha a tudományos kutatás és a felsőoktatás terén okoz károkat, akkor ennek a hosszú távú kárai nyilvánvalóan sokkal nagyobbak, mint azt bárki gondolta volna. Hogyha valóban Orbán úgy kalkulál, hogy ó, hát ez csak 800 milliárd, én is megpróbáltam utána számolni, ez egy nagyon nagyon csavaros, de nem igaz számítás, már ha... Ez nem kis összeg, tehát ha ez, az se kevés, ha persze, ezzel a számmal is dolgoznánk, az se kevés. Igen, igen. De ezt a nettót azért mondtam, mert hát van nekünk ugye tagdíjbefizetési kötelezettségünk az Unióba, azt pontosan nem tudom, hogy mennyi, de az is néhány száz milliárd, tehát minthogyha azt is levonná ebből, pedig azt akkor is be kell fizetnünk, hogyha nem kapjuk meg a 800 milliárdot, tehát a veszteség akkor természetesen már ezzel is nagyobb, meg az ön által említett helyreállítási csomag, ami plusz ehhez jön, tehát egy újabb veszteség volna, de akár 800 milliárd, akár a duplája évente. Mi lenne ennek a következménye, hogyha eldőlne Brüsszelben, hogy na jó, ebben az évben nem kaptok egy vasat sem, majd akkor gyertek vissza, amikor teljesítitek az elvárásokat, mit szól ehhez a nemzetközi piac, mit szólnak a befektetők, mit szólnak a beruházók, mit szól a pénzpiac, mit fog érezni ebből a forint? Hát én tartok tőle, hogy egy idő után ezt elkezdik beárazni. Tehát a múlt év végétől, onnantól kezdve, hogy az Európai Tanácsban született egy megállapodás, kialakult egy pozitív hangulat, egy pozitív várakozás. A forint elkezdett erősödni. Ez nyilván visszájára is fordulhat, senki nem akarja, hogy visszájára forduljon, de ez bekövetkezhet, hogyha megint lesz egy negatívabb hangulat, és tudatosul az, hogy idén nem lesz semmiféle folyósítás. Most tartok tőle, hogy ez a kormány ugye nem feltétlenül ebben a kategória rendszerben gondolkodik, hanem én mindig választásról választásra halad, és a következő választások még nagyon messze vannak, tehát adott esetben gondolhatják azt, ami persze nem szép, de gondolhatják, hogy hát addigra majd kialakulnak valahogy a dolgok, majd kiegyenesedik ez a dolog, az első 1-2 évében a ciklusnak ugye lassabban növekszünk, kevesebb lesz a beruházás,
de majd valahogy a későbbiekben lesz egyfajta nekilendülés. Tehát sajnos nagyon sok időt nyertek ehhez a borzalmas magatartáshoz a múlt évi választásokkal, és hát egy ideig ugye a hazai gazdasági szereplők, társadalmi szereplők, pedagógusok, egészségügyiek és mások fogják megfizetni ennek a kárát. Ebben a már idézett, vagy részben idézett novemberi beszédben Orbán még tovább ment, és tulajdonképpen megint kitett egy kártyát az asztalra, nem dugta el az asztal alá. Azt mondta, hogy előállhat olyan abszurd helyzet, hogy miután nem kapjuk meg a fejlesztési forrásokat, mondjuk kínai hitelből fogjuk a magyar gazdaság zöldítését elvégezni. Ezt én mondtam az Uniónak is, hogyha onnan nem jön meg az a forrás, ami nekünk jár, akkor természetesen a világpiacról fogunk forrásokat begyűjteni, és még az az abszurd helyzet is előállhat, hogy a magyar gazdaság zöldítésének a programját kínai hitelből fogja finanszírozni Magyarország. Hát jó napot kívánok, akkor majd így lesz. Azt fogom csak mondani, hogy lehet Magyarországnak kárt okozni, lehet pimasz lehet politikai játszmákat folytatni, de gazdaságilag Magyarországot nem lehet sarokba szorítani. Tényleg nem lehet, vagy ez csak Orbán vágja oda hegykén? Hát valóban pont ez a probléma, hogyha vissza nem térítendő forrásokhoz nem tudunk jutni, akkor hiteleket kell fölvenni, tehát ez valószínűleg egy ideig járható út, csak azt kell látni, hogy ez növeli az adósságot, pláne külföld felé. Ennek következtében ugye egy sokkal kockázatosabb út lehet belőle, mint az, hogyha az Európai Unióval működnénk együtt. Mert az nem csak azt jelenti, hogy az unió költségvetéséből kapunk forrást, hanem azt is jelenti, hogy az unió szakpolitikájával, tehát például a környezetvédelmi politikájával, a közlekedés politikájával összhangban történnek a beruházások, és az mégiscsak egy jobb irány, egy optimálisabb fejlődési irány lehet, mint hogyha tengeren túli országok függésébe kerülünk az ő hitelezésük által. Ön azért 5 évig Európai Uniós biztos volt, és jól ismeri, hogy működik egy ilyen Európai Bizottság a különböző országokból delegált biztosokkal, meg hogy működik az apparátus. Amikor eléjük kerül egy-egy ilyen Orbáni kirohanás, akkor mit csinálnak? Elnézően mosolyognak, vagy arcokat vágnak, vagy tesznek egy-két megjegyzést, amit esetleg Orbánnak is elismételnek, aki ezek után azt mondja, hogy több tiszteletet Magyarországnak, szóval hogy megy ez emberileg? Igen, én azt gondolom, hogy az első néhány évben, tehát 2010-11-12 volt egyfajta meglepődés, hogy ilyen valóban létezik-e, mint amit ők látnak, és ez az-e, aminek ők látják. Aztán nyilván az Európai Uniós tisztviselők is sok tapasztalatot szereztek, és most már nagyon nem lepődnek meg, nyilván nem örülnek semmiféle ilyesmi vagdalkozásnak, vagy az unió becsmérlésének, de szerintem valóban történt egy fordulat a múlt év végén, amikor ugye elindult ez a határozottabb kiállás, mert ez azt jelenti, hogy ugye kimondta az Európai Unió, hogy rendszer szintű probléma van, kimondta azt, hogy alapvetően a jogállamiság és ezzel kapcsolatos problémák miatt visszatarthatók a fejlesztési összegek, és ettől nagyon nehéz lesz visszalépniük. Tehát itt ezt már nem lehet egyfajta ilyen alku folyamatban, ahogy szokták mondani, ilyen bazári alkuban lehámozni, hogy akkor mégiscsak ne 55, csak 45%-ot tartsanak vissza, és ehhez hasonló kísérletek. Tehát lehet ezen, ahogy Navracsis Tibor szoktam mondani, tárgyalni, de igazából szerintem ez már a rendszer szinten megfogalmazott ellenvetéseket önmagában nem fogja elhárítani, és ahhoz, hogy megnyíljanak az uniós források, hogy nagyobb szintű, nagyobb átfogó korrekcióra lenne szükség. Tehát az igazságszolgáltatás és sok minden más terén. Jó, hát akkor most nem az uniós tapasztalataira hivatkozva kérdezem öntől, hanem a magyar világot, meg valamennyire ezt a Fidesz politikai világot mennyire látja alkalmasnak arra, hogy végül beadják a derekukat, és azt mondják, hogy na jó, hát akkor
akkor inkább belemegyünk ezekbe. Vagy inkább játszanak, arra játszanak, hogy jövő tavasszal úgyis európai parlamenti választások lesznek, föláll egy új parlament, föláll egy új európai bizottság, majd azokkal talán könnyebben elbánunk. Igen, ez többször előfordult már, hogy van egy új bizottsági elnök, van egy új biztos ebben vagy abban a székben, vagy új képviselők, megint írnak egy új jelentést, tehát egyfajta időhúzásra ez alkalmat ad, de szerintem Magyarországnak nem áll érdekében most az időhúzás, mert a mi pénzünk van fölfüggesztve, és ott áll, és vár arra, hogy valami történjen. Tehát igazából amilyen szintre eljutott ez a vita több mint 10 év után, az ezekkel az apró tárgyalásokkal nagyon nehezen mozdítható ki a holdpontról, mert lényegében az Európai Bizottság is odaszögezte magát egy olyan pozícióhoz, amiből legfeljebb az Európai Unió bírósága mozdíthatja ki. Tehát azt mondhatja, hogy valami miatt nem megfelelően alkalmazza ezt a jogállamisági mechanizmust, de valójában ők, én úgy látom, hogy eljutottak egy olyan szintre, ahonnan intézményre, tehát nem személy szerint nem akarnak visszalépni Timmermans biztos, vagy Renders, vagy Johannes Hahn, ez nem egy személyes kérdés, hanem intézményileg az Európai Unió nem hiszem, hogy vissza akarna lépni ebből erről az álláspontból. De ha véletlenül mégis valami politikai földindulás lenne Európában, és egy teljesen új felállás jönne jövő év tavaszán, májusban a választások után, akkor is a Orbánék számára a legoptimistább becslés szerint 24 végére vagy 25 elejére jöhetne pénz, vagyis 2 éve csúszna, nem? Hát ez egészen biztos, igen. Tehát vannak ilyen átfutási idők, körülvizsgálat, stb. De én nem akarnám ezt a bürokráciára rákenni. Tehát itt talán inkább az van benne, hogy először van egy EP választás, és még egy fél év, mire az Európai Bizottság az új összetételében föláll, addig igazából nagyobb döntéseket valószínűleg nem hoznak. A tanácsot elnöklő országok, ugye ez lesz Spanyolország, aztán Belgium, és aztán Magyarország, hoppá. Igen. Tehát ez egy mondjuk egy érdekesebb helyzetet teremtett, de ez csak a jövő év második felében lesz, hogyha jól számolom. Igen, valószínűleg így van. Hát, de még ha Magyarország is a soros elnök, akkor se tudja az Európai Bizottságon, meg az Európai Parlamenten keresztül venni ezt 1-2 hónap alatt. Igen, igen. Ugye? Ilyen hatásköre nincs a tanácsot elnöklő országnak, hogy akkor gyakorlatilag lezárjon egy ilyen ügyet, és azt mondja, hogy már pedig nekem ez a véleményem, és tessék hozzám igazodni. Magyarán, ha most abból indulnak ki, hogy nem kell aláírni ezekkel semmit, nem fogunk kompromisszumokat kötni, kivárjuk, hogy hát ha szélső jobbra fordul Európa, akkor is 2 évet kell várnunk az ő számukra legjobb esetben is. Hát igen, de nem fog szélső jobbra fordulni Európa. Tehát, hát ebben bízunk mindannyian. Igen. Tehát, hogy nyilván vannak kisebb-nagyobb elmozdulások minden parlamenti választás esetében az arányokban, de igazából ilyen jellegű eltolódást senki nem jelez előre. Az Európai Néppárt nincs jó helyzetben, de majd megpróbálják megtalálni a nekik megfelelő utat, remélhetőleg anélkül, hogy a szélső jobban kellene valamilyen fúzióra lépni. Köszönöm szépen Andor Lászlónak, az MSZP elnökségi tagjának, volt Európai Uniós biztosnak. Viszont hallásra! Köszönöm, viszont hallásra!